Sziasztok, ez itt a GameWave, én Benny vagyok, és a mai videó azért készült el, mert kíváncsi voltam arra, hogy melyik a legjobb rally autó a Forzában. Ez a kérdés most kifejezetten aktuális, ugyanis nemrég jelent meg a Rally DLC. Egyébként tuningolva néztem az összes autót, ugyanis a legfőbb szempontom most az volt, hogy minél alkalmasabbak legyenek ezek az autók a versenyzésre, akár online, akár offline drivatarok ellen, és stock kocsikkal úgyse nagyon fog senki versenyezni, úgyhogy szerintem ennek nem igazán lett volna értelme. Versenynek a három domb nevű versenyt használtam, ez ugye a kiegészítő szigetén van, vagy hát nem biztos, hogy sziget, nem tudom, hogy mi ez pontosan. Ez egy földutas verseny, azért földutas, mivel szinte az összes újonnan behozott autó inkább erre alkalmas, szóval arra gondoltam, hogy most nekünk ez lesz a legjobb. Azt is fontos szerintem kiemelni, hogy az új Horizon Rally módban mentem, aminek a legnagyobb előnye talán, hogy így látjátok a különbségeket a szakértőre állított drivatarok ellen, és akkor így össze tudjátok vetni az adott autóval, hogy az mennyire számít jónak, és mondjuk mennyire lenne könnyű vele megverni, akár online ellenfeleket, akár ténylegesen ezeket a drivatarokat. És talán azt is be kell valljam, hogy keveset játszottam mostanában ezzel a játékkal, úgyhogy biztos, hogy minden autóval lehetne egy kicsit gyorsabban menni. Viszont szerintem a legfontosabb az az, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az autók, az pedig nagyjából maradna akkor is, hogyha normálisan tudnék vezetni. Alapvetően a 10 darab új DLC-s autót akartam összevetni egymással, viszont ehhez azért akartam egy referenciát is, hogy azt is lássuk, hogy a régi jó rally autókhoz képest ezek most mennyire lettek jobbak vagy rosszabbak. Referenciának három autót használtam, az egyik a 2017-es Alpine A110 volt, a tuning kódját azt látjátok itt a képernyőn. Az eddigi tapasztalatok alapján egyébként ez az egyik kedvenc A800-as rally autónk volt a játékban, nagyon-nagyon sokat használjuk akár ennek a kiegészítőnek a végigjátszásához is, és Darius már nem tudom, hogy mióta használja egyébként ezt a tuningot, és tényleg kevés olyan autót találtunk, amivel meg lehetett volna ezt verni. Ennek az ideje ezen a pályán 2 perc 22 másodperc, tehát nagyjából, ami szerintem egyébként nem számít olyan nagyon rossz időnek, a drivatarokat így is simán megvertem. A következő autónk egy 1999-es Mitsubishi Lancer Evo volt, a tuningot itt is itt látjátok a képernyőn, ez egyébként nekem a saját tuningom, és a másik kedvencünk, amit így a rallis versenyekhez szoktunk használni. Ennek az ideje egyébként egy picit még jobb is lett, 2 perc 19 másodperc, 2 perc 19 és fél másodperc alatt ért nagyjából körbe, ami megint csak szerintem egy egészen jó idő, ezzel már bőven megvertem a drivatarokat, úgyhogy arra mindenképpen alkalmas. És végül egy 2002-es Nissan GT-R-t is kipróbáltam, azért, mert ez az egyik meta rally autó a játékban, szóval a profik szerint is ez az egyik legjobb. A tuning erre sajnos már nem elérhető, úgyhogy ezért is nem látjátok a képernyőn. Az ideje viszont kifejezetten jó lett, 2 perc 17 másodperc, úgyhogy ténylegesen meta autónak tekinthető. És akkor most pedig nézzük a kiegészítős autókat, az újakat, amiket most hoztak be. Kezdjünk talán a 2022-es Ford F-150 Lightning-gal. Azért jó, mert ez elektromos, ezért nem kell benne váltani, ami egyébként kifejezetten kellemes tud lenni. Egyébként ez is egy A800-es tuning, de majd lesznek más kategóriából is, viszont akkor azt majd fogom mondani. Ez különben egy egészen jól irányítható tuning, és a legnagyobb pozitívuma ennek az autónak, hogy egy kifejezetten nehéz kocsiról van szó, tehát hogyha online versenyeznétek, akkor nem igazán fognak tudni titeket kilökni, ami szerintem egy kifejezetten nagy előny. És elég jó gyors kört is mentem vele, 2.16,9 lett a vége, szóval jobb, mint az eddigi meta, ami nagyon durva, erős kezdés. És akkor most pedig folytassuk a 2001-es Ford Focus RS-sel. Ez szintén egy A800-as tuning, viszont ez egy sokkal könnyebb autó, ami annyira nem jó, mert hogy ezt meg minden kis bucka is dobálta, nem is kellett autó, ami nekem jön. Ami azt jelenti, hogy ez egy sokkal technikásabb tuning volt, viszont a szűk kanyarokat jobban veszi, úgyhogy arra alkalmasabb. De összességében a kör sajnos sokkal lassabb lett, 2 perc 20 másodperc, és 774 ezred másodperc kellett ahhoz, hogy körbeérjek, ami eddig a második legrosszabb időnk. Mondanám, hogy nézzünk most valami gyorsat is, de először még nézzünk valami igazán lassút, az 1973-as Hunigan Buggy-t, viszont ez azért lassú, mert ez egy C600-as tuning. Egyébként B600-ra még esetleg alkalmas lehetne ez az autó, fölötte már annyira nem ajánlom, ott szerintem már nagyon instabil lenne, oda nem érdemes tuningolni, viszont így C600-ra egész jó lett. Egyébként érdekesség, hogy én utálom a bugiket ebben a játékban, viszont ez nagyon jó volt, tök sokat vertem vele a drivatarokra. A kategóriájához képest tehát egy egészen erős tuning, 2 perc 34 másodperc alatt értem vele körbe. Na és akkor most már tényleg jöjjön valami igazán gyors, a 2021-es RG Anderson Track, ami megint egy A800-as tuning. Sokak szerint egyébként ez a legjobb újonnan behozott autó,
És valamennyire egyet kell velük értsek, ugyanis ez tényleg egy egészen jó autó, viszont meglehetősen technikás a vezetése, nagyon nehéz vele a maxot hozni. De így is egy 2 perc 15,94-es, tehát egy 2.16-os időm lett végül is vele. Amit azért úgy stabilan lehet tartani, de egyébként szerintem olyan 2.14-et is el lehetne vele érni, de akár még kevesebbet is, hogyha nagyon ügyesen tudnék vezetni, csak nehezen. És végül a legnagyobb meglepetést a 2019-es Casey Carey Buggy okozta, ami megint egy 800-as tuning. Ezt nagyon-nagyon kellemes volt irányítani, és ugye mondtam már, hogy utálom a buggy-kat, de valahogy ez tök jó volt. Arra számítottam, hogy lassú lesz, hogyha már jó irányítani, mert általában a buggy-knál vagy lassú, vagy nagyon rossz az irányítása, vagy a kettő egyszerre, de ez most egyik sem volt, és egy nagyon-nagyon jó időt mentem vele, bárkinek tudom egyébként ajánlani. 2 perc 13 másodperc, és csak 66 ezred másodperc kellett ahhoz, hogy körbeérjek, ami eddig a legjobb. És ha már itt tartunk a buggy-knál, akkor nézzük meg a 2021-es Alumicra buggy-t is. Erre viszont egy B700-as tuningot használtam, mert hogy A800-on már, ahogy látjátok, úgyis megvan ez a nyerőpárosunk. Egyébként ez az Alumicraft is egy egészen jó, jól irányítható és gyors buggy volt. 2 perc 25 alatt értem vele körbe, B700-as kategóriában ez egyébként egyáltalán nem rossz idő szerintem. Aztán az Alumicraftnak egy másik autóját is behozták a játékba, ez a 2022-es Trick Track. Ezt egy picit kevésbé dobálják a buckák, mint a buggy-t, egyébként erre is egy B700-es tuningot használtam, mert nagyjából az illet rá a legjobban. Viszont összességében ez egy picit lassabb volt, 2 perc 27 másodperc és 9 tized másodperc kellett neki ahhoz, hogy körbeérjen. Szóval, ha már ebből a kettőből kéne választani, akkor inkább szerintem a buggy-t vigyük. Aztán volt még egy autó, ami kifejezetten lassú, vagy hát lassúnak gondoltam. Ez a Polaris RZR 2021-ből. Erre megint csak egy C600-as tuningot raktam, hogy ne legyen ott sem egyedül az a kis hunigán buggy. Statisztika alapján egyébként ennek borzalmasnak kellett volna lennie, ránézésre meg teljesen alkalmatlan, szerintem ezt nem kell magyarázni. És mégis B kategóriás időt ment, pedig C600-as tuning volt rajta, tehát valami elképesztő, hogy mennyire gyors volt. Szerintem az összes autó közül talán ez lepett meg a legjobban, nagyon-nagyon durva, hogy mennyire jó időt mentem vele. 2 perc 28 másodperc és csak 2 tized másodperc kellett neki. Ami, tehát ez tényleg olyan, mint a Trick Track-nak az ideje, ami viszont egy kategóriával feljebb volt. És már csak egy márkánk maradt, viszont ebből a kettő típus is, a 2020-as Jimco Buggy az egyik. Ez megint csak egy A800-as tuning, ennek egy kicsit furcsa volt az irányítása. Azért összességében rossz sem volt, viszont a Casey Carey az szerintem egy sokkal jobb buggy. Ennek az ideje 2.17,788 lett, tehát olyan 4-5 másodperccel lassabb, mint a másik, így inkább én azt választanám. És akkor a másik pedig a 2019-es Jimco Track, ami még maradt, ez is szintén egy A800-es tuning. Ez nagyjából ugyanolyan jó egyébként, mint a Casey Buggy, tehát mint a jobb fajta buggy. Talán online ez egyébként azért előnyösebb, mert egy kicsivel nehezebb, tehát nehezebben fognak titeket lögdösni. Ennek 2.13,083 lett az ideje, vagyis nagyjából meg is egyezik a Casey Buggy-val, tehát kb. Kinek melyik tetszik, azt használja. És akkor végül is mit tanultunk ebből a videóból? Hát egyrészt azt, hogy lehet, hogy mégsem annyira rosszak a játékban a buggy-k, vagy legalábbis ezek az újak, amiket most hoztak be, ezek nem olyan rosszak, viszont a négy kerék meghajtás az teljes mértékben elengedhetetlen, főleg a buggy-knál egyébként lehet, hogy én azért utáltam őket ennyire, mert a legtöbbször ezekre hátsó kerekes tuningok vannak, és azok össze-vissza forognak, ezek így négy kerékkel annyira nem forogtak, és akkor így emiatt jók voltak szerintem. Aztán azt is megtanultuk, hogy minél alacsonyabb kategóriával megyünk, annál könnyebb megvenni a driveatorokat, és talán annál több időt vertem rájuk. Egyébként ez talán az egész Forzára vonatkozik, ez egy ilyen általános szabály, úgyhogy ha valamelyik verseny nagyon nehéz lenne nektek, akkor csak váltsatok lejjebb egy kategóriával, és akkor valószínűleg már meg fogjátok tudni verni a driveatorokat. És végül az is nagyon fontos, hogy a legjobb kategóriák itt a B700 és az A800, a C600 az már egy kicsit lassú, de egyébként azzal is egészen jól el lehet lenni. Az S900-es autókkal viszont már csak fajta a falig lehet menni, tehát azokat nagyon nem ajánlom, egyszerűen nem alkalmasak ezekre a szűk pályákra, amik itt ezen a kiegészítőn vannak. Úgyhogy azokat tartsátok meg szerintem a fő mapra, és ott sem nagyon realizzatok velük, maximum ilyen kifejezetten nagyobb, hosszabb pályákon. És hát nagyon-nagyon remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó, és azt is remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha így volt, akkor mindenképpen lájkoljátok, valamit iratkozzatok fel a csatornára hasonló tartalmakért. Nem sokára találkozunk, addig is viszont, sziasztok!